ezeken a légi felvételeken az látszik, hogy a fiatal akácosban milyen magasságot ért el a fagy. Jól kivehető az a vízszintes vonal, ami alatt károsodtak a növények. Eddig ért fel a fagyos levegő. Április végén a nyírségi homokdombok lankás részein mínusz 6-8 fokot ismertek az erdészet munkatársai. Az akácosaink szenvedtek a legnagyobb kárt ebben a fagyban, de károsult a tölgy erdősítések, zöme is fekete diú, fafajú erdősítések szintén. Társaságnál a károknak az összeszámolása, összeírása folyamatban van, de mindenképpen több száz hektár nagyságrendű az a kár, amit a erdők elszenvedtek. Az akác az egyik legfontosabb nektárforrás a méhek számára. A virágzás már megkezdődött, de a méhek még nem tudnak gyűjteni. Az időjárás hatásairól és az eddigi tapasztalatokról Mányi Gabriella méhész beszélt 35 perc című műsorunkban. És míg előttünk áll az akác virágzás, ami ugyan már elkezdődött, de eddigi felméréseink szerint minimum 3 méter magasságig el van fagyva a virágzat. És hogy megindul-e a nektárzás, azt még nem tudjuk. Jelenleg a körülöttem, tehát a méhészetem körül lévő erdő ugyan már gyönyörű virág a teteje az erdőnek, de illat még nincs, ami azt jelenti, hogy nincs nektár. Az erdőket ért fagykár így a növedékveszteség és a kieső erdőterületek veszteségei mellett a méz árára is hatással lehet a későbbiekben.